Ott milyen állapotban vagy? Kocka már el van vetve pár napon hátul. Autóját már a nagy gyűlésekről. Szerencsét hozott nekem. Miért? Hanyját? Ja, tudom. Most is azt mondom. Hát nem tudom, parancsolj. Szóval, ha kívánok mindenkinek. Hagyjuk a tanulmánynak. Ha lebontanák választókerületre, akkor is jártunk volna. Igen, minden szavazóban, minden szavazókörben Fidesz. És ellenfél van? Van. Megmutatja magát. Nem szabad megadni, hogy reflexből pénteken éjszaka azt mondjuk, hogy csak szombatot elengedjük. Tehát az döntő dolog. Ki alkalmazkodik jobban ahhoz, hogy szombaton melóvaj. Vasárnap este 7 órakor van vége. Mert egy mozgósítási verseny végül most. Elnök úr, nekem is enged a lányomnak! Áldja meg a jóisten magát! Azt mondják nekem, hogy hogy állunk, hogy állunk? Hát reméljük, hogy jól! Végre megláttam a fejét. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számban itt összegyülekeztek. Engedjék meg, hogy elsősorban bíztatást adjak át önöknek. A áprilisi találkozónk a szerencsét hozott. Országosan, amit lehetett, elrendeztünk. Köszönöm szépen a támogatást, amit áprilisban az első és a második fordulóban is kaptunk. Én azt szeretném kérni most önöktől, hogy ne álljunk meg fél utat. Az ország eltökélte magát, elszánta magát egy nagy átalakításra. Látják talán a kormány döntéseiből is, hogy olyan dolgokat csinálunk, amihez mások hozzá sem mertek nyúlni korábban. És én azt szeretném kérni, hogy most, amikor a választásokra majd hibogatják a szomszédokat meg a rokonokat, akkor mondják el nekik, hogy persze fontos, hogy Zsolt barátunkat megválasszuk, meg fontos, hogy tehetséges, meg elszánt emberek kerüljenek az önkormányzati testületbe, de ez a választás többről is szól. Mert mindenki úgy fogja értelmezni a választás eredményét, hogy ez a kormánynak a munkájáról is szól. És abban az esetben, hogyha megkapjuk ugyanazt a támogatást, mint amit megkaptunk tavasszal, akkor az lendületet fog adni nekünk. Nem érdemes kimaradni a változásból, mert aki a változásból kimarad, az le is marad. És 60-nak nem érdeke, hogy lemaradjon. Ez volna az az üzenet, amit nagy tisztelettel kérem önöket, hogy adjanak át mindenkinek. Egyéb irány, sok erőt, jó egészséget kívánok! Én... Önöknek sok erőt és jó egészséget kívánok, én jól vagyok, miattam ne aggódjanak. Úgy látom, hogy ezt a munkát ezt végig tudjuk csinálni, csak az a fontos, hogy ne hagyjanak bennünket magunkra, hanem támogassanak bennünket a következő időszakban is. Minden jót kívánok, a családot is üdvözlöm, sok erőt, jó egészséget! Kívánok.
Viszont nagyon szépen köszönöm mindenet. Örülök neki, hogy sikerült még egyszer ide elhozni. Reméljük, hogy sokat dolgoztunk. És köszönöm szépen, jó miniszterelnök urat sikerült ide elhozni még egyszer. Én is remélem, hogy sűrűn fog jönni.